Gamager.com. Eredeti játékok, olcsóbban. Üdv mindenkinek, srácok! Hát itt böngészgetem itt a Facebookot, meg ilyenek, meg nézegetem a YouTube-omat, tehát most körülbelül egy fél perce kaptam egy üzenetet, miszerint egy faszol buzi vagyok, nyomorék, ingyen ülő gecit, akkor vagyok a YouTube-ról is, töröm a csatornámat. Kicsit beszélgessünk ezzel a sávóval, én azt mondom. Tessék. Tessék, srácok, ezt az üzenetet kaptam. Visszaírok neki, hogy szia. Visszaírok neki, hogy szia. Hát most láthatjátok ugye a dolgait, hogy miket azon látta. Na nézzük, kicsit beszélgessünk, akkor hozzá kíváncsi vagyok rá. Most mi a problémája rám? Ír. Nézzük, csak ír. Mit ír? Kíváncsi vagyok. Szégyeld magad. Miért? Miért, fiam? Valami nagyon meghatározó. Nem ismerem a gyereket amúgy. Azt tudom, hogy ismerősem. De ingyen élő. Miért? És mindig azt fognak írni, hogy figyelj, hogy miért, és kíváncsi vagyok, belerézsel a gyerek. Hanem, szerintem akkor fogjuk hírni egy kicsit, hogy kisebb, hogy esetleg van kedve beszélgetni, ugye meglátjuk amúgy. Na? Miért vagyok ingyen élő? Kíváncsi vagyok, amikor saját magamat tartom el. Kíváncsi vagyok. Megfognám a fejed, letépném. De az nem olyan egyszerű, tökös. De miért vagyok ingyen elnélő, te kis szaros fű? Nézd magamra. Magamra néztem, és szép embert láttam. Neked erről mi a véleményed, fiú? Hihetetlen, bazd meg. Ritkán kapok ilyeneket, de általában egy-két szóval szoktam válaszolni, és akkor így kirakom a screenshotot, de most ugye... random most kaptam egy ilyet, mondom, most gondolkoztam, hogy mindenféleképpen akarom vlogot csinálni, de mondom, még van videót kell. És bazd meg, tessék, égből pottyant, mese. Itt jött egy csávó, és így belém kötött, tehát most mindjárt felhívom, szerintem, ami van vele. Sőt, hívjuk fel, próbáljunk rá. De előtte még megvárjuk, mit ír. Gyere. A pofa nagy kisgyerek, fölhívjuk, kíváncsi vagyok, ha van akkor ezért, hogy vállalja, szerintetek? Nem válaszol, nem egy ilyen kis nyíkhaj gyerek, hogy nem mered fölvenni, Leventém, vedd fel, és adok egy puszit. Nem válaszol. Fülj, mint az óvodába, gyere, majd mondok valamit, tudod, és így buh. Nem akarom bántani, csak meg akarom kérdezni, hogy milyen indítatásból volt ilyen nagy szája most így hirtelen, de nem meri fölvenni. Hát hihetetlen basszus. Akkor kicsit még beszélgessük, hogy kíváncsi. Tehát megkérdezem, hogy nyomj majd egy lájkot a videómra, a következőre, ami szerintem nem tudja, hogy ő lesz a következő videó, az csak ilyen kis beszélgetős. Ilyen beszélgetős gyerekek, kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog nektek tetszeni, vagy hogyha fog tetszeni, akkor majd csinálok majd egy ilyet. De hát az igazság, hogy most ha ezt félre az videót, akkor van egy olyan érzésem, hogy egyre több, és egy sokkal több kisgyerek fogja így idézősen betámadni, még hogyha nincs is velem problémája, már csak azért is, hogy esetleg csinálok belőle videót, de nem. Te voltál a példaképem. Miért változott a véleményed? Hát kíváncsi vagyok, miért változott meg a véleményed? Miért vett ilyen 180 fokos fordulatot az irányítom felállított képe? Miért változott ekkor át? Vagy milyen hatására? Kíváncsi vagyok, hogy veszik egy szotyolát. Ilyen nyomorék ingyen élő, mint te, játszod az eszed mindenhol. Mindenhol? Hogy érted, bemegyek a WC-re, a pisilek, vagy éppen más csinálok, akkor is játszom az eszem, hogy játszom az eszem. Hogy érted? Hát teljesen én is ott a csávó, igazából nem döbbentem meg, ezeket a dolgokat én már nem tudok meglepődni, gyerekkel, ne arra vagyatok. Hát aki így kötekszik, az általában mulaszt az iskolából, tehát ebből is látszik, hogy nem tudnak helyesen írni. Nincs ezzel gond. Gyerek voltam, én is szeretem iskolába járni, utáltam, fölkartam, én is robbantam. Hogy dopítse, szerintem is. Lehet, hogy szerb, vagy nem tudom mi. Csak ne bánts. Félek. Persze, az én tisztában vagyok, igazából, hogy gyenge vagyok, agyilag. Köszönöm. Nem vagyok egy mónak, nem. Ne éges már, please.
Ja, ide kis köcsög lesz. Nem akarsz már benne lenni, mert akkor fél, hogy mi? Ne éges már le, please. Ja, nem, le fog égni, attól fél a gyerek. Hát, lementém. Ne haragudj, de hát... Én megkérdeztelek, engedély megadva, bang, easy. Oké, és tacskó fül, az szerintem egy erős köszöntem, még egy picit kihúztam így az utolsó szárgyúfát, nehogy azt higgye, hogy jóba vagyunk, kajak elhiszi amúgy. Aki így köszön rám, hogy rohadjak meg, mert láttátok, hogy mit írt. Tehát, nem, én nem. Én meg vagyok sértődve, ki kell engesztelned kis haver ahhoz, hogy innentől kezdve én te velem a jó viszonyban szeretné lenni, de hát ez is egy formája annak, hogy ugye ráírunk a videósra. Húzzál innen, bodri, de nem kell keménykedni. Jó, nem keménykedek, Győztél. Ennyi, tehát... Nem. Remélem, nem haragszol, ha most elmegyek... Ez mindegy, ez nem úgy sérti. Jaj, van Isten, adj erőt, kérlek, hogy erős legyek! És tényleg kajak olyan, mint a sírtam volna. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, igazából most csak így fú, random, kicsit dumálgattam ezzel, vagy ha tetszik, nyomjatok a lájkot, stb. Tudjátok, a dumát gyertek a Patuska Négerei csoportba, beírjátok Facebookra, hogy Patuska Négerei, és hogy esetleg valamit akartok, akkor ti is ki fogtok tudni majd oda posztolni, valamint van Patuska csatorna Facebook oldal, tessék oda is jönni, ez már nem akarok olyan sokat dumálni, mert túl reptélyes lenne, hogy egy fél óráig promózom magam, nem? Na sziasztok srácok, bang. Gyere testvér, a csatornán nézzél szét, kezd el a Patuskával a hétvégét. Mikor új videót tölt fel, beindul a zaj, a chat roulette királya az arcodban marad.